Megmutatom, hogyan is kell levenni. A gyűrűt a dugattyúról. Nagyon egyszerű. Kinyomjuk az egyik oldalt, benyomjuk ezt a részt, majd megfogjuk itt elől, felakasztjuk ide, akkor fel van akasztva, akkor csak egyszerűen elkezdjük forgatni. És lejött a gyűrű. És megnézzük a másikat. Szintén az a szisztéma. Megfogjuk. Nem tudom, mennyire látszik. Felakasszuk ide. Óvatosan. Így. És elkezdjük forgatni. Ugye ez eléggé be van rohadva. Ez egy kicsit szorul. Úgyhogy be kell segíteni. Picit így. Ezt is mikor már el tudtuk fordítani, akkor ennek le kell jönnie. Így. Szépen. Marad az olaját engedő. Az is elég koszos. Azt is simán csak meghúzzuk. Rugó marad. Felemeljük. Szép óvatosan próbáljuk kiszedni ebből a besűrűsödött részből, mert eléggé van állva. Ezt a szép óvatosan leforgatjuk róla. Így. Mikor ez megvan, akkor utána jön a rugó, amit nem fogunk erőltetni, hogy húzzuk le, mert ennek van egy összetétele, amit megkeresünk. Az itt van, itt ahol kicsit úgy sűrűbb a menet a rugónak, és itt kell egyszerűen csak széthúzni. Széthúzni, mert egy ilyen darab dróttal van összekötve a rugó. És akkor levettük a dugattyúról a gyűrűket, és akkor lehet takarítani. Ennyi volt.